Székesfehérvár egyik legnépszerűbb rendezvénye az Öreghegyi Mulatság. A program immár 3 évtizedes múltra tekint vissza, az idei lesz a 32. alkalom. Az új kenyér ünnepét ezúttali színes, változatos programok teszik feledhetetlenné, zenés-táncos fellépők várják a vendégeket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében. Az öreghegyi mulatságokkal kapcsolatban, ugye ez egy hagyományos programelem évről évre itt a városban, most már 32. alkalommal tartjuk meg. Az öreghegyi városrészben élők nagyon szeretik, nagyon várják, most is gyerekprogramokkal, színpadi koncertekkel és utcabállal fogunk készülni nekik, és természetesen egy fénylézersóval zárjuk majd az estét. Az öreghegyi mulatság augusztus 19-én hétfőn délután 3:30-kor kezdődik a Fiskális út Pozsonyi út körforgalomnál Nagy Benedek a szőlőműves elnevezésű szobrának koszorúzásával, a színpadi programoknak pedig a Bori vár helyett ezúttal a Bori tér ad otthont. Egyrészt a Bori vár fái borzasztóan megnőttek, tehát nagyon tűzveszélyes volt már a tűzi játék fellövése a Bori vár tornyából. Másrészt a környezetvédelem és az állatvédelem szempontjaira való tekintettel egy lézersóval készülünk, ami szintén nagyon látványos, zenés, és ezzel búcsúztatjuk évfélkor a napot. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Az öreghegyi mulatságokon a kisebbeket különböző gyerekprogramok, mesék, nosztalgiajátékok és kézműves foglalkozások várják. Ezen kívül felvonulnak a borlovagrendek, koncertet ad a Grófhaus, láthatunk polinész táncokat, valamint az este 9 órakor kezdődő utcabálon a Fantom zenekar szolgáltatja a talpalávalót.